A Kárpát-medencében talált etruszk és a regői lelet összehasonlításáról tartott előadást Szabó Géza régész a Vosinszky-Mór megyei múzeumban a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából. Hasonló és ugyancsak égett csonttöredékek, díszített csonttöredékek jelentős mértékben előkerülnek az etruszk sírokból, amelyek látszólag szoros párhuzamot mutatnak a regői anyaggal. A Magyar Tudomány ünnepét 1997 óta ünneplik november 3-án, emléket állítva annak, hogy 1825-ben Széchenyi István ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. A Szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum évek óta előadássorozattal várja a látogatókat ezen a napon. A Vosinszky-Mór megyei múzeum most már 8 esztendeje legalább a Magyar Tudomány ünnepéhez igyekszik olyan módon kapcsolódni, hogy egy tudományos ülésszakot, egy délelőttöt áldoz az érdeklődők számára, hogy bemutassuk az adott év tudományos eredményeit. A bemutatott kutatások eredményeit a múzeum minden évben évkönyvként adja ki. Ez a hagyomány a 70-es évekig nyúlik vissza. Oldor János múzeumigazgató szerint a kiadványok célja Tolna megye történetének megismertetése. A múzeum évkönyve az egy nagy hagyományokkal rendelkező periódika. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy minden évben meg tudjuk jeleníteni. A Magyar Tudomány ünnepe alkalmából az ország számos pontján várják különféle programok és előadások az érdeklődőket.